A farsangi időszak Vízkereszttől Hambazó szerdáig, azaz Nagyböjt kezdetéig tart. Ilyenkor összejönnek az emberek és jót mulatnak, táncolnak, isznak, esznek. A menü meghatározó desszertje a szalagos fánk, amely nem hiányozhat az asztalról. Az eredetileg hosszúkás alakú finomságot az ókori rómaiak és görögök is fogyasztották, egyes feljegyzések szerint mézzel ízesítve. Magyarországon a 19. században terjedt el, amelynek eredet történetét franciák és németek egyaránt jegyzik. Hogy mitől szalagos egy fánk, azt Balogi Sándor mondta el stábunknak. Jelen pillanatban a nagy kereslet van a fánkra, mert most van a szezonja a szalagos fánknak, ami nagyon szép aranysárgára sütve, ez is a körkörös vonalán körbe a szalag, így kapta a szalagos fánkot. Bepillantást nyerhettünk ennek a desszertnek az elkészítésébe. Kovács András Pék azt is elárulta, hogy az alapanyagok kimérése, összekeverése, dagasztása és pihentetése után mi az, ami elmaradhatatlan a jó végeredményhez. Hát ez a vörösítés, ez ugye a felületnek ad egy réteget. Ez a réteg nem volna meg, akkor nem bírnánk dolgozni a fánkkal. Így kap egy kérget, úgymond, és ezáltal tudjuk a vászonról leemelve a fáksütőbe helyezni majd a fánkokat. A sütést követően már csak az ízesítés és a díszítés marad hátra, aminek kizárólag a képzelet szab határt. Ilyen a lekváros, a csokolád és vaníliás, és természetesen még a csokoládé bevonatú kókusszal, ezek már egy újabb változata, ami az inyenceket célozza meg. Az ügyvezető végül hozzátette, hogy a nagymama receptje által készített finomságból a farsangi időszakban több száz is készül igényeknek megfelelően, hiszen még ma is nagy hagyománya van ennek.